Itt jelentkezik élő adás, laboratóriumi körülmények közt szerelünk bazd meg garburátor, ne haragudj. Nincs iszti, 2018, 19? Ja, várjál, 22. Ugye ez? Takarítás zsír. Ki hát. Kell takarítani a főfűmókát. Hallod, ez a muszlim stílus, amit most, ez most divat? Allah Akbar, azt vágod le a kutyának a fejét. Allah Akbar, és levágod a csávonak a fejét. Figyelj, most gondoljatok bele, milyen emberek azok, ők embereknek mondják magukat, de mekkora állatok, hogy egy embernek levágja a fejét Istennek a nevébe. Azt mondja, hogy Allah Akbar. Nem, és nem az anyját. Muzulmán, érted? Ők, bazag... Gondolj bele, nem. Ez egy beteg dolog. Ez olyan, mint mikor a Geri, nem is mondom. Geri, szeretsz? Ennek itt van a Geri. Mondd azért. Nagy karburátor szerviz van. Gyerek, a Geri nagyon híres versenyző. Állítottál rajta, vagy nem? Állítottam vissza. Geri azon híres, hogy lehet Budapestről 800 kilométerre 15 órányi útról beletörni a karburátorba. Te bele is szoktad törni a piszkot a csajokba? Nem bírom. Meg van edzve. Rendesen. Jaj, a kicsi. Rövid. Állítólag porc van a piszkotba. Te tudsz róla? Dani. Elég annyi neki, hogy látod, hogy hallj csak még. Hogy látod? Szedd össze, kecsi, ez mennyi a kurva anyát, te fasz már! Hé, faszopó! Ilyen van, gyerekek is terén. Gyerekek, ez a motor itt, amit látok, ez a Chucky Lee Jonesnek volt a motorja. Igen. Mondja a Chucky geci, hogy ott volt nála valami haverja, meglátta a motort, azt mondja, melyik filmbe készített fel a motor? Azt mondja, Chucky, nem, ez azt mondja a havernak a motorja, vagy a csávónak a motorja. Ne, bazd meg, most komolyan ne szopassál már, azt mondja, melyik filmforgatásra csináld. Azt hitték, Geci, ezt a motort le kell ütni, hogy majd valami ízé, ördög megy bele az erdőbe, érted? Várjál, hogy hívták a motort? Mit mondtad, hogy hívták a motort? Jurassic Park, mi volt a neve? Az RG Frankenstein volt. Frankenstein, és ez a csokító, miért csokító? Ronda, de finom? Csokító, az RG Frankenstein. Az a baj, hiába, Geci, MS3, meg ilyesmi, nem tudja megarázni a zsírt, Geci. Hiába csavarja a gáz, szóval Geci. Mindenhol levesznek, mert szar vagy, Geci. De ez mi a faszom? Mi? Hát az a... Észrevető valami rendellenes. Hát belül az az fehér. Jó, várj, az a fehér, gyereke, nézzétek meg! A Dani, mikor beleveri a faszát abba ott... Semmi, az mikor lefújja szépen. Az nem más, mint ahogy is hívják. Geci. Geci, bele sárad. Várj, halkan, legyen egy kis átmenet. Várj, mondd újra. Mondd újra, mi az? G-E-C-I-E. Igen, de... Geci. Na, vigyázz már! De te hol tankolsz, haver, a Romániában, vagy hol a picsába, te hülye? Ukrajnában? A cigányoktól veszem cigányában. A benzin 200 év. Mennyiért? 200 év veszem a cigányoktól a benzin. De az mi az, ilyen higítós, tudod már, ilyen újrahasznosított higítós? Faluban már az összes ladából, Skodából kilopták. Szinuszomba raktam. Mit? Higító. Mi van? 5 kilométer egyet. Apa zöld színszomba? És mi volt a hiszti? Semmi. 5 kilométerenként gyertya. Kettő van olyan, Dani, hogy két a látétes. Igen, Geci, a mosolyodról ismertetelem meg teget, fasz. Már van, de mindegy. Ja? Gyerekek, nézzétek meg itt ezt a szőrt itt. Ez a dzsihadista. Képzeljétek el, amikor a nőnek az ágyékát tiszta erőből üti-vágja a kisfaszával, a kengurufaszával. A nő zsír, ordít, a hogy ben van már, és akkor mondja... Elögdös már, bazd meg! Mondja az Dani, hogy ben van, ha jó, akkor üssed, vágjad, mert semmit nem érzek, te fasz! Ez a szervizelés. Ne kapkodj már zsír, ne lögdös fel! Gyerekek, itt vagyunk a mi ez, a Romániába. Ezek mind ilyen steril körülmények, a csokinak a motorját szereljük. Nézzétek meg, hogy egyetlen egy kart nincs a motoromban, az meg. Jaj, ez hogy néz ki? Szerezte, fasz. De kicsit korpás a fejed, te fasz. Nem, mert berold a sisakba. Meg amúgy gombás is, most már te is. De mi a faszod? Nyigon faszod és gombás? Az nem. A steril. Te nem volt még olyan, hogy kihúztad, és akkor másnapra volt egy kis dugó a végébe? Milyen dugó? Hát, hogy tudod, olyan nehezen húgyoztál, te hülye, neked nem volt meg olyan? Nem, Geri? Ilyen zöld takonyom. Az, Geci, alap! Azt mondták az attól, hogy megfázol. Alap, amikor kidukin ilyen, po! Egy kipuk. Alap, amikor kipuk. Nem is mentem vele orvos, azt csak felnyomtam neki egy rubofent. Én tudom, csináltam, Geci, fogtam egy kanesztenes krémet, bedugtam a lukba, és így ilyen, fúj, Geci, hallod? Hallod, de neked volt olyan, hogy azzal is kellett fogat mosni, nem? Jaj, Geci, te fasz, beszóltál, te hülye! Figyelj, most őszintén mondjátok meg, ez a dzsihadista szakár, ez divat?
Alul is ilyen vagy, haver? Puncibirizga. Hát, ja, vedd már elő, nézzük már meg, hogy... Nem, kapcsolt ki a kamerát, előveszem. Nem, a kamerában mutasd meg, nem leszel arc benne, hogy milyen a zsihadista pisztoly. De ez nem publikus. Biztos nem. Milyen likus? És itt lefele lejössz, vagy csak így felfele? Mindenhol zsír. Örülványed, az a baj, Geci, szar vagy! Már érted, nem, arcot nem mutatjuk, csak a fasz, mutasd meg! Á, picsáva! Szarok! Perverz állat vagy! Ja, én perverz, amíg nőt nem láttam életemben. Telepátiával.